Hé, Doki, most találtam a neten egy megoldást, hogy mit lehet csinálni egy burítóval. Ez itt azt írja, hogy elméletileg embereket lehet belőle csinálni egy titkos anyaggal. Embereket? Tehát az hogyan? Elméletileg meg kell nyomni hozzá egy gombot, meg egy pisztollyal rálőni. Állítólag valami sugárpisztolya neve. Van olyanunk itthon? Hú, hát nem tudom, körbe kéne, hogy nézzek. Aj, de jó lenne, sikerülne ez a kísérlet. Á, szerintem erre gondolhattak ott az interneten. Vagy nem? Reméljük, hogy ez az. Doki, biztos, hogy az hozza ide, én meg nyomom a gombot. Azt csináljuk itt a katonákat. Jó, már is, de tudod, hogy ezzel nagyon vigyázni kell, hogy nehogy lelőjük magunkat. Na, én készen állok, és te? Mehetünk már, várom, hogy nyomjam a gombot. Kis lépés egy embernek, de nagy lépés nekünk. Jöjjön! Nyomd! Na ne, hát ez szerintem sikerült, nézzük már körül. Jaj ne, hát itt minden szétrobban. De ott a Doki. Jól van, Doki? Úgy nézek ki. Jöjjön, felsegítem, sikerült a kísérletünk. Hát, hogyan sikerült, lettek itt más emberek a burítóból? Hát igen, nézzen körül, mindjárt fel is keltem őket, itt van mögöttem is egy. Nem lehet igaz. Zárjuk be őket, szerintem még nem kelnek fel, nehogy bajt okozzanak. Oké, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Mégse jó, már túl késő. Jaj ne, tényleg már felálltak egy csatasorba ellenünk, ne! Hozd a pincéből az atomfegyvert, már csak az az egy választásunk maradt. Le kell, hogy lőjük őket. Rohanok, mindjárt elkapnak! Gyere ide, segítek! Húzd meg a ravaszt, aztán feküdj! Meg kell, hogy mentsem a Dokit, nincs más választásunk. És kilövés! Ez az! Büszke vagyok rád, de azért most már tedd le a fegyvert, légy szíves. Rendben. Ezt a videót mindenféleképpen nézzétek végig, mert a végén nyerhetek nagyon-nagyon menő Robloxos ajándékokat. Hát sziasztok srácok, én Sajta32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ma nem más fogunk csinálni, mint a valóságban fogunk Robloxozni, ami elképesztően király lesz, hiszen itt van mellettem rengeteg, de rengeteg Roblox cuccocska, amit most ki fogok bontani nektek egyesével, és csillunk egy óriási harcot így a felek között. Szóval, de hogyan is fogunk Robloxozni a valóságban? Hát konkrétan nem úgy az, hogy most leülünk a számítógép elé, hanem mi bábuk formájában fogunk létrehozni egy játékot konkrétan, amit még pontosan nem tudom, hogy milyen csapatokat fogunk alkotni, de én azt mondom nektek, hogy bontsuk ki az összeset, megmutatom nektek, és utána rendezünk egy ilyen nagy gigászi harcot. Ugye kaphatóak a boltokban egyesével Roblox játékok, például, mint mondtam, ez képzeljétek el, a Queen of the Three Lands, ugye van egy Three Lands nevű játék a Robloxban, amúgy különféle szettek, ugye vannak egyes szettek, figyeljétek, ugye mint tudjátok ez, ebből egy darab van benne, és hát kettő vagy egy kiegészítő, például ez a Headless Horseman egy játékból, de mindjárt megmutatom nektek a kedvencemet, ha látom, kikeresem, a Meep City-t biztos emlékeztek rá, és nézzétek! Ha megveszitek ezt a szettet, lehet konkrétan egy mípetek, ott van szegény, figyeljetek, milyen aranyos, lehet a valóságban is egy Robloxos mípetek, és ez még nem minden, rengeteg minden van. Skybound Admirális például itt van, meg ezen kívül van ugye, mint mondtam, a fejetlen lovas, ha jól tudom, vagy fejtelen lovas, nem tudom, van egy Apocalypse Rising, tudjátok, az is egy játék, és abból itt van egy bandita, egy hátizsákkal, egy AK-val, itt a Phantom Force az egyik kedvenc játékom, abból itt van egyfajta, ez is nektek srácok meg lehet itt, ha megveszitek konkrétan, élőbe tudtok Robloxozni. Bigfoot, itt van például Bigfoot Admirális, nem, Bigfoot Border, egy ilyen deszkával. Ezt is bontsuk már ki őket, ne csak itt mutogassam konkrétan, hát mi van vele? De mielőtt kibontanák, azért megmutatom nektek, hogy van olyan szett, amiben most már többen is vannak, szóval nem egyes ez a pici, hanem azt a... Ebben van még egy állat, és nem mindegy, megmutatom nektek. Ez a Sword Burst, vagy hogy mondják ezt a játékot, nem ismerem annyira, online. Nézzétek, ezeket kapjátok hozzá, megkaptok egy ilyen nagy mountot, két kardot, egy herceget, plusz egy hercegnőt, vagy akár... Ezt tetszeni fog nektek, srácok, én előre mondom. A Prison Life-ot is meg tudjátok venni élőbe. Nézzétek meg, ott van egy rabló,
meg a rendőr, mindenféle kiegészítő, fegyver, súlyzó, bilincs, nézzétek, teli van, még ilyen pajzs is van, gumibattól kezdve minden, és a legdurvább, most mutatom meg nektek a legdurvával, ami a Roblox lakói, ezt ugye meg sem merem mutatni, ez óriási, figyeljétek, ezt nézzétek, 6 darab ember van benne, és vagy 9 darab kiegész, megiszom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab kiegészítő. Van itt, képzeljétek el, várjátok, meg kell fordulnom, mert én itt nem tudom elolvasni. Van itt nekünk egy ilyen orvosunk, egy ilyen rockstar lányunk, rendőrünk, van még egy ilyen, hát nem tudom, az milyen hangszer, de egy ilyen zenés emberünk, egy betörőnk, egy feszítővassal, és van még egy nem, egy tűzoltónk is, figyeljétek! Nagyon-nagyon királyok ezek a csomók, én mondom nektek, és ez még nem minden, nézzétek meg a jobb felső sarkot! Remélem a kamerám rá tud most fókuszálni, az azt jelenti, hogy ezt lekaparjátok, a játékban is magában a Roblox karakteretek tud valamit kapni, én ezt mindjárt kipróbálom. Na hát srácok, figyeljétek, itt is van a szed, beleraktam a kezébe ezt a baltát, ugye, amit hozzákaptuk, ezt így lehet modifikálni, ha szeretnénk, levesszük simán a kezét, és egy másikat belerakunk, szóval konkrétan ott van a tök is, tudjátok, amit nyitottunk az előbb, és ez valami elképesztően királyul megvan oldva, srácok. Szerintem nagyon pira, és figyeljétek, mennyire részletes, rázumolok még jobban a kamerámmal. Így tudom legjobban, figyeljétek magát, a ruháját, hogyha elfordítjuk konkrétan, akkor így hátul van egy ilyen köpenye, ami ilyen tök menő. Figyeljétek, mennyire zsír ez az egész. Szerintem elképesztően részletesen meg van csinálva, szóval ez bőven megéri az árát. De menő. És nincs fejem, milyen vicces, ilyen üres az egész. Figyeljétek, itt van a hercegnő a Three Lands-ből, itt is raktam egy ilyen pálcát a kezébe, plusz van ilyen fa szárnya, elképesztően király. És nézzétek, még a törzse is mozog. Nem csak a lába, hanem a törzse is itt teljesen el tudod forgatni a kezétől kezdve mindenét. Azért ezt figyeljük, srácok, hogy felállt itt a nagy hadtest. Most kibontottam egy ilyen mágust, ami nagyon-nagyon durván néz ki. Figyeljétek, ott fog egy ilyen potiont a kezébe, meg ott van az ilyen óriási rudajvel, tud harcolni. Ez is nagyon-nagyon jól meg van csinálva szerintem. Nézzétek meg, milyen vicces a lába. És itt van, összeállt a hadtestünk, most már vagyunk hárommal a legyőzhetetlenek. Itt van a jégkirályunk is, akit gyorsan eldobta a fegyverzetét, hiszen be akart pózolni itt a többihez. Ennek is van egy pajzsa, amihez gyorsan oda viszem még a kamerát. Nézzétek meg, van egy ilyen jégpajzsa, jégkardja, és mindene mozgatható. Én azt mondom nektek, srácok, hogy csináljunk egy olyan embert, amin összehozzuk, ugye le lehet szedni a kezeiket, meg a cuccokat, szóval csináljuk egy ilyen custom dolgot. Levettem a fejét a Headless Horsemannek, figyeljétek, itt van a feje, és a testét hagyjuk meg, és rakjuk föl a jégkirály fejét rá. Figyeljétek, szegény, el kellett dobni a varázsló úrnak a pálcáját, hiszen le kellett győzni a fejét a jégkirálynak, és a Headless Horsemannek végre a fejtelen katonának, és a lovasnak lett végre egy feje, meg tudta kaparintani a jégkirály fejét, és szegény, ő annyit harcolt az, hogy most alszik egy kicsikét ott hátul. Elképesztően királysász, hogy így lehet szórakozni velük. Bármit, a fegyvert is berakhatod a másik kezébe, a lábát kicserélted, nagyon zsír. Írtam, és remélek, hogy aktiválás, és kaptam... Na ne, egy ilyen Asta, figyeljetek, mit kaptam a Robloxba? Egy ilyen köpenyet. Próbáljuk már ki, nézzük meg milyen, hogy néz ki a karakterünkön. Mindjárt ott betölti szerintem oldalt. De mert azt a figyeljétek! Nekem eddig nem is volt köpenyem, most már van. Hát ez elképesztően zsír. És minden ilyen cucc után, srácok, ha vesztek játékot, aktiváljátok és kaptok valamit a karakteretekre, így ingyen.
kibontottam a nagyobb szettet is, és ezt figyeljétek, ilyen tudós szett, ott egy lány, aki szereti a tudományt, és itt a tudós, aki elmagyarázza neki a cuccokat, hogy a lány is jó tudós lánya. Nézzétek meg, ehhez járt egy gép, amit most ezt a kész, egy ilyen nagy laptop is járt hozzá, egy ilyen nagyon fura fegyverszerűség, meg egy kisebb fegyver, szóval ez jár a nagyobb szett, ez plusz természetesen a kód, szerintem ez is nagyon, de nagyon király, és ha akarjuk, ugye ezekkel simán összepárosíthatjuk őket, hogyha szeretnénk, hogy például erre rárakunk egy fejet. És még a kedvencet meg sem mutattam nektek, srácok, ugye a Meep City, ott van egy horgászbot a kezébe, és ott van, kapunk egy igazi Meepet, figyeljétek mennyire király, ez az egyik kedvenc szettem, és látjátok, itt le lehet őket ültetni, állni lehet, stb. Elképesztő ezek a szettek. Igazából srácok, nem az összeset bontottam ki, mert ott lesz egy link a leírásban, hogyha szeretnétek vásárolni, nyugodtan menjetek rá, csekkeljetek, hogy a kedvenc szettetek megvan-e, és nyugodtan vásároljatok meg, hiszen elképesztően jó minőségű, mint mondtam, nagyon király, és szerintem tök király itt van mögöttem. Ugye az összes szettet most nem bontottam ki, még van egy csomó, de hogyha ti megszeretitek vásárolni, akkor ott van a leírás legelső sorában. Kattintsatok a linkre és vásároljatok, kerültek le, gyűjtsetek össze minél többet belőlük, hiszen elképesztően király. És a polcotokon lehet, mint nekem, egy tök jó Roblox hadseregetek elképesztő. Nagyon jó. Na nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én megyek és játszok. Csinálok még itt ezzel a frostmágussal valamit, mert szegénynek még mindig nincsen feje.